Köszöntöm nézőinket, Önök Kaposmenti magazinunkat látják, Jela Jászmin Grész vagyok. Dombóvár város önkormányzata úgy határozott, hogy 70 millió forint rendkívüli támogatásra nyújt be igényt a miniszterelnökséghez. Pintér Szilárd polgármester azt mondta, nem a költségvetés kiegészítése miatt van szükség a városnak a forrásra, hanem azért, hogy egyéb fejlesztésekre fordíthassa azt. Felülvizsgálta a költségvetési rendeletét Dombóvár város önkormányzata. Bár a büdzsé egyensúlyban van, úgy döntött az önkormányzat, élve a lehetőséggel 70 millió forint rendkívüli támogatásra nyújt be a miniszterelnökséghez igényt. Még az évelei egyensúlyt tudjuk tartani. Nyilván ennek megtartása egy folyamatos kontrollt igényel, és minden héten megnézzük, hogy áll a büdzsénk. Ezt másképp nem is lehet csinálni, költséghatékonyan gazdálkodunk. Természetesen azzal a lehetőséggel, hogy rendkívüli támogatásra adjon be igényt az önkormányzat, tavaly évhez hasonlóan az idei évben is éltünk, az idén 70 millió forint rendkívüli támogatást kérünk. Természetesen ez a pénz, amennyiben megérkezik, ez nem azt jelenti, hogy ennyi forrás hiánya van ma az önkormányzatnak, hanem saját forrásunkban nem kell átcsoportosítani olyan feladatok ellátására, ami egyébként mindenki által ismert, hogy alulfinanszírozott. Ezzel 70 millióval ezt a problémát szeretnénk megoldani, illetve 70 millió forintot Dombóvárra tudunk fordítani, és a fejlesztésre tudjuk költeni a pénzt, és a bevételeinket nem a működésünkben éljük fel. Három oldalú megállapodást kíván kötni Dombóvár város önkormányzattal, közútkezelővel és a vízközműszolgáltatóval annak érdekében, hogy csökkenjenek a balesetek, melyek a vízelvezető rendszerek utcai fedlapjának rossz elhelyezéséből adódnak. Évente több tucat autós él kártérítési követeléssel a hibás kivitelezésből eredő sérülések miatt. Pintér Szilárd polgármester azt mondja, közös a felelőssége a tulajdonosoknak, így olyan megoldásra szeretne jutni, mely mindenfél számára megnyugtató lesz. Nyilván két irányba kell megközelítünk ezt a dolgot, hiszen a Dombóvár és minden település útjai két tulajdonosi körbe tartoznak, vagy a közútkezelőhöz, vagy az önkormányzathoz. Nem szeretném kiadni a harmadik felet sem, és az ő felelősségét is szeretném majd megállapítani egy együttműködési megállapodásba, és a november végi testületülésre szeretném ezt a három oldalú megállapodást bevinni, és szeretném mind a három fél számára megnyugtató megoldás születik, de ennél még sokkal fontosabb, hogy a lakosság elégedett legyen ezzel a megoldással, és minimalizáljuk azoknak az aknafedlapokból adódó baleseteknek a számát, amely sajnos már jellemző Dombóvárra és minden városra Magyarországon. A tavalyi esztendőben 45 felsőoktatásban tanuló támogatott a város a Burza Hungarika pályázat keretében. Az önkormányzatunk több mint 4 millió forintot költött el ennek a feladatnak a sikeres lebonyítására. Remélem, hogy az előző évekhez hasonlóan is nagyon nagy érdeklődés fogja ezt övezni, és legnagyobb reményemnek akkor adok hangot, hogyha meglépnénk a bővös 50-et, vagy túllépnénk azoknak a számát, akik élnek ezzel a lehetőséggel. Az önkormányzat arról is döntött, hogy vízközműhálózat fejlesztési kérdésekben pályázatot nyújt be. Miután a felmérések azt mutatják, hogy a meglévő kút teljesítménye csökkenőben van. A Gondolási úton lévő kutunk hozama úgy tűnik, hogy csökken, ezért a kút mellé kell fúrnunk még egy kutat, aminek a műszaki előkészítése már meg is történt. Összességében a hálózat rekonstrukció és az új kútnak a furása több mint 70 millió forintba kerül. Ez 70% támogatást kívánunk igénybe venni, és 30% saját erőt biztosít hozzá az önkormányzatunk. Remélem, hogy mire már elérünk jövő év nyarára, addigra az új kút elkezd üzemelni, és a kapacitás bővítéssel zökkenőmentesen tudjuk biztosítani a szolgáltatást a város, illetve a térség lakói számára, hiszen több település Dombóvárra kapja az ivóvizet. Szereted-e még? Szécsi Pár dalai elevenedtek meg a Dombóvári Művelődési Házban, ahol teltház előtt lépett színpadra Gergely Róbert, aki az Idősek Világnapja alkalmából köszöntötte műsorával a szépkorúakat. A délutáni előadás Dombóvár város önkormányzatának ajándéka. Több fórumon keresztül hirdette az Idősek Világnapjához kötött rendezvényét Dombóvár város önkormányzata, tudtuk meg Pintér Szilárd polgármestertől. Annyit kértünk csak mindenkitől, hogy regisztráljanak előzetesen, hiszen 400 fölé többet nem tudunk beengedni. Hát egy Gergely Robert koncerttel szeretnénk nekik kedveskedni. Nyilván ez nem egy haknis fellépés lesz, hiszen zenekarral és vokárral érkezett a művész úr hozzánk. Ami szerintem mindenki számára nagyon jó dolog, hogy tavaly évben ugye ez elmaradt, és a pandémia ezt nem tette lehetővé. Szépkorú lakosainkkal ez az első olyan fórum, amire a pandémia idején vagy elmúlása közben először találkozunk, és újra együtt tudnak venni egymással, ami szerintem mindennél sokkal fontosabb. Az idén egy kis meglepetéssel is készülünk, ami nyilván nem a színpadon fog megjelenni, itt az aulába, hiszen egy gyönyörű szép törölközőt kapott mindenki Dombóvár új logójával beimezve, és egy pici
kis édeséget is vigyünk a dologba, táblacsokival is készítünk mindenkinek. Remélem mindenki jó néven fogadja és jó szívvel fogja majd használni is. A délutáni rendezvényre, ahol az örökzöld Széchy Pál dalok is felcsendültek, hamar elfogytak a regisztrációs jegyek. A kétszeres Emerton díjas magyar színész énekes Gergely Robert örömmel jött ismét Dombóvárra. Én itt elég régen jártam már ebben a színházban, és ahogy így körülnéztem és beléptem, hogy is mondjam, csak nagyobb megörültem, mert amikor legutoljára láttam, akkor még nem ilyen gyönyörűséges állapotban volt. Úgyhogy most az én szívem is egy kicsit jobban dobog, mert itt én rengetegszer léptem fel, és most egy ilyen megújult környezetbe érkeztem, és ez nagyon jó érzés. Bízom benne, hogy azokat a dalokat, amelyeket közösen itt kiválogattunk, a zenekarral most itt a színpadon a próba, a hangbeállás után leültük, és átnéztük, hogy mi legyen az, amit ma itt az idősek napján előadunk. Jó párat kiszortunk, meg kell, hogy mondjam, mert nagyon hosszú lett volna, és talán fárasztó, de talán az igazi papetti dalokat azért benne hagytuk. Úgyhogy lesz benne Széchytől elég sok olyan sláger, sőt, hát a legtöbb az, amely ugye a távollét, a violák, a Gedeon bácsi, a Karolina, az egyszál aranyvilág, hadd ne soroljunk az egészet fel. Tehát mi ezzel a műsorral már évek óta, jó hosszú évek óta már járjuk az országot különböző verzióval, zenekaros verzióval, pódium verzióval. Úgyhogy én tudom, hogy a közönség imádja, szereti Széchy Pál slágereit, én magam is így vagyok ezzel. Igaz, hogy fiatalabb koromban még úgy óckodtam ettől, de aztán most már egy bölcsebb lettem és öregebb. Tudom és érzem, hogyha felgördül ez a függöny, vagy bárhol máshol, akkor a közönség vár, hogy meghallja az első taktust, az első hangokat, akkor pontosan tudja, hogy miről van szó, és dúdolja, vagy énekli velem. Gedeon bácsi a nők nálája, őt minden hölgy vendég úgy imádja, minden asszony keresi a kenyét. Gedeon bácsi a női fodrász, nagy művész, ő a főhajszobrász, megszépíti a páciens. A város önkormányzata kimondottan fontosnak tartja, hogy időről időre olyan programokat szervezzenek, ahol önfelett örömet csempészhetnek az idősebb korosztály életébe is, hangsúlyozta a polgármester. Nyilván az életben vannak pillanatok, amikor meg kell állni. Ilyenkor mindig az jut eszembe, hogy nem egy napon kell csak megbecsülni azokat, akikről az napon ünneplünk, 365 napon keresztül. Nyilván nagyon fontos, és ezt többször is elmondom, aki nem ismeri a múltját, annak elég bizonytalan a jövője. Bízom, hogy ez a múlt, ez mindig ismerős lesz mindenki számára, hiszen úgy kell éljük a jelenünket, ami a múltból fakad, és jövő természetesen úgy építeni. Nagyon örülök, hogy ma ennyi szép korúval találkozhatok, és nem tudnék köztük különbséget tenni, hiszen minden ember élete értékes, és egész biztos, hogy a családjában fontos szerepet tölt be. A következő esemény, ahol majd ismét kimondottan a dombóvári szép korúakat várják, az az idősek karácsonya lesz, amikor is hasonlóképpen színes délutánnal készülnek majd számukra. Újraindult az oktatás az Attalai Általános Iskolában. Szeptember 1-én 14 elsős gyermek kezdte meg tanulmányait az intézményben. Az épület az elmúlt egy évben üresen állt, a belső helyiségek ugyanis felújításra szorultak. Az önkormányzat a nyár folyamán végzett korszerűsítési munkálatokat az iskolában, amelyhez a tankerület is hozzájárult. A tantestület és a gyerekek őszköszöntő programmal várták a szülőket a megújult intézményben. Ismét becsengettek az Attalai Általános Iskolában. Egy év szünet után újra megtelt az osztályterem gyerekekkel.
14 elsős kezdte meg tanulmányait az intézményben. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon szép és nagyon igényes környezetben érkeztek a gyerekek, hiszen egész nyáron azon dolgoztunk, hogy felújítsuk ezt az épületet. Gyakorlatilag mindkét szárnya az épületnek kifestésre került. A tankerület vállalta azt, hogy a termeket felcsiszoltatja, lakkoztatja, illetve a tanárinak a padlója új burkolatot kapott. Tettük ezt mind társadalmi munka keretében, úgyhogy szeretném mindenkinek megköszönni, aki ebben a munkában részt vett, részt vállalt, hogy vette a fáradtságot, eljött és segített abban, hogy ez az iskola újraéledjen. Az újranyitás örömére a tantestület őszköszöntő programra invitálta a szülőket. A gyerekek vidám dalokat énekeltek, mondókákat szavaltak. Amikor elkezdtük ezt az egész iskolát tervezni, akkor azt gondoltuk, hogy olyan falusi iskolát akarunk csinálni, és kialakítani, ahol a gyerekek jól érzik magukat. Ezért minden szín, minden forma azt szolgálja ebben az iskolában, hogy a gyerekek jól érezzék magukat. Olyan munkakörnyezetet kellett kialakítani, ahol nem csak mi pedagógusok, hanem a gyerekek is otthon érzik magukat. Ez hosszú időbe telt, az egész nyár ráment, de úgy érzem, hogy sikeres volt, és úgy emberileg, mint szakmailag megpróbáltunk erre az egész időszakra felkészülni, és szeptember 1-én kifutottunk az iskolának. Azóta rengeteg munkával, sok-sok odafigyeléssel és a lehető legtöbb szeretettel fogadjuk minden nap a gyerekeket. Ma egy kis őszköszöntő programmal vártuk itt a szülőket. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kis hagyományteremtő program lesz. Erre még én úgy tudom, hogy nem volt példa itt az iskolában, de nagyon szeretnénk minden olyan eseményt egy program keretében megeleveníteni, és várni a szülőket egy ilyen programra, ami köthető az iskolához. Úgyhogy szeretnénk a gyerekeket többször szerepeltetni, szeretnénk, hogyha többször produkálnak magukat, úgyhogy én azt gondolom, hogy a mai nap is erre egy nagyon-nagyon jó alkalom volt. Itt a gyerekek vártak bennünket egy kis énekkel, amit egész héten gyakoroltak, illetve próbáltuk feldíszíteni szülőkkel az iskolának az udvarát, épületét, egy kis őszi díszítés dekorációt adni neki. A 14 gyermek többsége helybeli, így ők már az óvodából ismerték egymást. Néhányan azonban a szomszédos településekről érkeztek, de nem volt gond a beilleszkedéssel, hiszen az oktató-nevelő munka rendkívül gyermekközpontú az iskolában. Nagyon érdekes volt látni, és nagyon pozitív, hogy azok a gyerekek, akik más óvodából jöttek, ők is rögtön beilleszkedtek, és az első naptól kezdve barátokként vannak itt együtt. Nagyon ügyesek a gyerekek, nagyon kreatívak. Én ugye a rajzot és a magyart tanítom nekik. Hát a rajzokat itt látjátok hátul, hogy milyen gyönyörű alkotásokat készítettünk már velük, ilyen őszhez kapcsolódó témakörben. A mai napra készült ez a kis festmény is, amit a gyerekek az ujjukkal festettek, és utána ragasztottunk belőle egy ilyen kis képeslapot, vagy egy ilyen üdvözlőlapot. Nagyon-nagyon gyerekközpontú iskoláról beszélhetünk, hiszen az elsődleges szempont az, hogy akármilyen gyermek érkezik, próbálják egymáshoz felzárkóztatni ezeket a gyerekeket, úgyhogy én azt gondolom, hogy 14-es létszámmal nagyon jól fog működni ez az iskola. Az iskola felújításában a tankerület is közreműködött, amit a településvezetés ezúton is szeretne megköszönni. A tokiói olimpián való részvételről és sportolói pályafutásáról tartott élménybeszámolót a közönségnek szülővárosában Tóth Lili Anna. A Dombóváról elszármazott atléta 3000 méteres akadályfutásban a 18. helyezést szerezte meg az olimpián. Érdeklődőkkel, sportrajongókkal és egészen fiatal sportalantákkal telt meg a közönség találkozó helyszíne Dombováron. Sokan várták haza szülővárosába Tóth Lili Annát, a város első atléta olimpikonját. A 23 éves akadályfutó a Dovase színeiben kezdte meg versenyzői pályafutását 9 éves korában. A futás iránti szeretete és kitartó küzdelmei a magyar bajnoki címig vezettek, több kategóriában is dobogón állt. Igazából az egyetem miatt kerültem el Budapestre, tehát 19 éves koromban, amikor elkezdtem az egyetemet, akkor váltottam egyesületet is, és azóta a budapesti Honvéd színeiben versenyzem. A felkészülés, az olimpiai felkészülés az egészen különleges volt számomra, mert tavaly októberben váltottam edzőt így Budapesten belül, és ez a váltás, ez egy nagyon nagy löketet adott számomra, és elkezdtem
egyre jobban. Igazából eddig is nagyon szerettem a versenyzést, a futást, de még jobban elkezdtem élvezni. És az olimpiai kijutás igazából nem is feltétlenül volt egy ilyen nagyon kőbevésett cél, hanem az arra törekedtünk, hogy minél többet tudjak fejlődni, és minél jobb eredményeket fussak már az edzéseken is, majd pedig a versenyeken. És ebből alakult, hogy végül sikerült kijutnom az olimpiára, és igazából ez egy fantasztikus motivációt adott számomra. Mindössze egy hónappal a tokiói olimpia előtt tudta meg, hogy részt vehet a nemzetek viadalán. Ekkor zárták le ugyanis a világranglistákat az ő sportágában. Pont ezért nagyon különleges volt számomra, hogy ott voltam a szezon közepén, és akkor tudtam, hogy jó, akkor most még egy hónap az olimpia, és én akkor még erősebben rá tudtam kapcsolni az edzésekre, és még jobban mentek, mint előtte, és nagyon vártam, hogy ott lehessek, és már egyébként ez az időeltolódás kezelése már ott Tokióban, tehát mi kimentünk 10 nappal a versenyem előtt, ott voltunk az atlétákkal, az is jól ment, így éreztem, hogy már toporgok, hogy futhassak. Nekem az mindig nagyon felemelő érzés, amikor a válogatott színeiben futhatok, tehát hogy akár egyébként, amikor kimegyek a nemzetközi versenyre, úgy akkor is magyar vagyok, de egy napos meetingre, de amikor tényleg egy világverseny, tehát egy Európa-bajnokság, vagy egy világbajnokság, vagy egy olimpia, akkor az még így ki is ráz a hideg, hogy akkor én most magyarként versenyezhetek, és mindig nagyon jó ehhez a csapathoz tartozni, jó magyarnak lenni. Családja, szülővárosa, barátai, egykori és jelenlegi egyesülete egyaránt nagyon büszke Tóth Lili Annára, aki a versenyzés mellett idén diplomázott kereskedelmi és marketing szakos közgazdászként. A szüleim és a most már a vőlegényem jöttek ki elém a reptérre, meg a szakosztályigazgató Gerge István és az atlétikai szakosztálynak a vezetője Zsivocki György, szóval az egyesület a klub részéről is jöttek, nem csak a család részéről, és egyébként ezen kívül rengetegen gratuláltak, szóval akár ezt a fogadtatáshoz, ezt ide is kapcsolatnám, szóval így éreztem, hogy tényleg nagyon-nagyon sokan büszkék rám, úgyhogy mindenképp egy jó dolog, egy pozitív dolog, közben egyébként kicsit sajnáltam, hogy vége van az olimpiának. A sportoló most rövid, néhány hetes pihenőjét tölti, utána ismét teljes erővel vág neki az edzéseknek. Tehát vége volt a szezonnak másfél hete, és azóta nekem pihenő időszakom van, ez összesen 3 hét, és ebben a 3 hétben próbálok így mentálisan is kikapcsolódni, meg fizikailag is, de egyébként nagyon szeretek ugye futni, és ilyenkor is szoktam ilyen könnyebbeket futni, csak az edzőmkért, hogy nem indíthatom el az órámat, szóval ez most inkább kicsit így az ilyen egészségmegőrzésről szól, család, kis nyaralás, kikapcsolódás, és akkor utána majd október 4-től nekivágok a következő évi felkészülésnek. A felkészülésnek Lili számára ismét komoly tétje van. Jövőre rendezik meg Münchenben az Európa-bajnokságot, 2023-ban Budapesten a világbajnokságot, 2024-ben pedig a soron következő nyári olimpiai játékokat. A közönség találkozón résztvevő fiatal sportpalántáknak útravalóul azt mondta, szeressék, amit csinálnak. Nekem mindig is az volt a legfontosabb, hogy nagyon szeretem csinálni, tehát hogy szeretek futni. És hogyha ez megvan valakiben, akkor szerintem nagy baj nem lehet, mert akkor minden nap azt csinálhatja, amit tényleg szeret, és nem olyan dolgot, amit ráröltetnek. És egyébként azért nagyon sok kudarc ért az úton, és nem csak szép pillanatok voltak, és igazából ezeket a kudarcokat úgy tudtam feldolgozni, és úgy tudtam utána új erőt meríteni, hogy mindig arra gondoltam, hogy igen, én ezt nagyon szeretem csinálni, és én ezt kívánom mindenkinek, hogy nem is csak a futás, nem bármi más, ami legyen egy olyan dolog, amit nagyon szeretnek csinálni, és akkor abban teljesedjenek ki. Bacskai Balázs, Európa és világbajnok ökölvívó, valamint édesapja Bacskai Imre tartott edzést a sportág iránt érdeklődőknek az idei autómentes és sportnapon Dombóváron. A tréninget egy kötetlen beszélgetés előzte meg, ahol a profi ökölvívók szakmai pályafutásukról, élményeikről számoltak be a közönségnek. A belvárosi általános iskola aulájában mutatkoztak be a közönségnek a dombovári autómentes és sportnap meghívott vendégei, Bacskai Balázs és Bacskai Imre, profi ökölvívók. Elért eredményeik, sikereik, nehézségeik is telítékre kerültek. Hát 7 éves korom óta ismerkedtem meg az ökölvívással, a szüleim révén, illetve a testvéremnek a kapcsán. Először nem szeretem bunyózni, mint ahogy már sokszor azt elmondtam, hanem motorversenyzéssel szerettem volna foglalkozni, aztán végül is zöggenyvás mellett döntöttem.
Aztán 13 éves koromtól kezdődően gyűjthettem már az eredményeket, hiszen akkor lehetett kezdeni versenysporttal foglalkozni, versenyezni, és szerencsére azon ritka a sportolók közé tartozhatok, akik 13 éves korától kezdődően azért már voltak az aktuális korosztályból kiugró eredményei, amik folyamatosan arra ösztökéltek, hogy különböző címeket tudjak szerezni magamnak, és úgymond mindig legyen előttem olyan motiváció, hogy mit szeretnék elérni ebben a sportágban. Persze természetesen kiskoromban kitűztem azt, hogy világbajnok szeretnék lenni, Európa-bajnok lenni, meg olimpiai bajnok szeretnék lenni. Az Európa-bajnoki cím meg a világbajnoki címet sikerült megszereztem, illetve a legelső, legfontosabb lépést, hogy az országban én tudtam lenni az aktuális magyar bajnok, úgyhogy ezek kapcsán tudtam kijutni világversenyekre. Az olimpián sajnos olyan kiugró eredmény nem tudtam elérni, de az is nagy dolog volt, hogy kijutottam Rióba. Aztán most profi világbajnok szeretnék lenni, most már az interkontinentális címet megszereztem, de azért ezzel a 20x éves pályafutásom alatt azért sok olyan címet begyűjthettem, amire nagyon büszke vagyok. A beszélgetést követően kesztyűt ragadtak, és a Lampert Gábor boxteremben tartottak edzést a dombovári ökölvívó palántáknak. Az Európai Autómentes Nap alkalmából a város önkormányzata számos programmal várta az iskolásokat és az érdeklődőket. A rendezvény részeként a belvárosi iskolában körversenyek kerültek megrendezésre, körversenyt követően beszélgetés volt a meghívott vendégekkel, elmondták életpályájukat, céljaikat, célkitűzéseiket. Az edzőteremben láthatóvá válik majd az, hogy hogyan történik nálunk egy edzés, egy hétköznapi edzés, amit most nem a saját edzőink, hanem meghívott edzőink fognak levezényelni. Az Európa és világbajnok profi ökölvívó címet már elérte, de vannak még céljai az emberpróbáló sportágban, mesélte Bacskai Balázs. Az egyik legnagyobb küzdelemére büszke vagyok, most nem is meccset mondanám, hanem azt, hogy saját magammal szemben vagyok a legbüszkébb, hogy a legtöbbször nem is az ellenfél személye vagy az eredmény a nagy dolog, hanem saját magunkat legyőzni. Én nagyon sokszor sikerült meg magamat legyőzni, mert tényleg többször volt az életem olyan fordulópont, amikor azt éreztem, hogy elment a kedvem a sportáktól, vagy abba szeretném hagyni, mert mondjuk olyan élmény érte, hogy kudarcba fulladtam, hogy elvették a meccsemet, akkor azt gondoltam, hogy igen, elég volt nekem. És akkor magammal való csatákat volt a legnehezebb szerintem megnyerni, úgyhogy talán erre vagyok a legbüszkébb, ahol meg az eredmény, a pályafutásomat tekintve, akkor meg arra, hogy Európa-bajnok lettem, világbajnok lettem, és most profi interkontinentális bajnok lettem, illetve még az, hogy tényleg azért az olimpiára kijutottam, ahol rajtam 16 sportoló jutott ki az egész világról. Ha minden összejön, decemberben lesz a következő nagy mérkőzése. Ha pedig egyszer végleg leteszi a kesztyűt, szeretne a sporták közelében maradni. Szeretnék versenyzőkkel is foglalkozni, bár mondjuk azt talán még inkább a távlati tervek. Egyelőre, amit már elkezdtem a hobbistákkal foglalkozni, kisebbekkel, fiatalabbakkal, lányokkal, fiúkkal, úgyhogy ez már megjelent az életemben, de mindenféleképpen azt mondom, hogy vagy segíteni a sportolókat, vagy a versenyezni vágyókat, hogy ráterjenek el a sportágra, vagy népszerűsíteni, és utána szerintem meg az, hogy az edzői pályafutásban az én tapasztalatomat átadni a feltörekvő generációnak, és egy kicsit eredményesebbé tenni ezt a sportágat. Elégedett volt a dombovári ökölvívók teljesítményével Bacskai Imre. Ahogy fogalmazott, a fiatalokban van akarat és fegyelem. Mindez elengedhetetlen ebben a sportágban. Ami tetszett nagyon, hogy mindenki oda tette magát, és láttam, hogy próbáltak csapatba is gondolkodni, és egyénileg is próbáltak megtenni mindent. Amit láttam, nagyon tetszett, ezt most csináltuk először. Mind a labdajáték, mind a többi, ez egy teljesen új gyakorlat, nem gyakoroltuk. Meg vagyok elégedve, láttam az akaratot, láttam a fegyelmet, nagyon jó kis csapat van itt. Én szeretnék visszatérni. Mikor? Az a baj, hogy annyira sajnálom magam, hogy most ugye nyugdíjas lettem, és most már szeretném élni a nyugdíjas életemet, hogy azt csak akarok, és most küzdök magammal, hogy most tényleg akarok belevágni egy olyanba, ami nem egyszerű, mert egy hosszú távú dolog, és ez páros a gyerekekkel, vagy a felnőttekkel,
vagy inkább élvezem az életemet, ami még hátra van, és egy kicsit úgy nehéz még döntenem. Nem tudom, meglátom. A box nagy ágyúival való tréningezés a résztvevő fiataloknak is nagy élmény volt. Nagyon sok jó tapasztalatot kaptam a mostani edzésről, hiszen egy nagyon nagy emberrel edzettem együtt, és az apukájával. Nagyon szeretem egyébként ezt a sportágat, és egy nagyon nagy élmény volt számomra, hogy ők adhattak nekem tanácsokat, amit eddig nem tudtam. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!